Ezt a díjat kapta a beteg gyerekek lelki gyógyulásáért sokat tévő szervezet. Nagy meglepetés volt a civil kategóriában győztesnek lenni a Nevetnékék Alapítvány számára, ugyanis nem tudtak arról, hogy jelölték őket az idei Made in Pécs díjra. Boldogok most, nagy megtiszteltetésnek tartják ezt az elismerést. Hát én azt gondolom, hogy legalábbis a legtöbb visszajelzést azt azért kapjuk, hogy nagyon kitartóak voltunk, tehát nem adtuk fel, ugye végsőkig küzdöttünk ezért a házért, és talán ezt is értékelik, mi meg azt értékeljük, hogy egyre többen lettek mellettünk így a kampány során, és hogy ez itt tényleg egy ilyen nagy közösségi összefogás eredménye. Úgyhogy ez az, ami igazán hálával tölt el, és talán ez a díj igazából csak ezt prezentálja. A beteg gyerekek gyógyulás jellegéből adódóan nagy szükség van arra, hogy ágyuknál ne csak az orvosok, az egészségügyi dolgozók legyenek, hanem ideális esetben a szülők is ott lehessenek. Azonban, ha a szülők nem lehetnek jelen, vagy monoton az ott tartózkodás ideje, akkor mások is próbálják a gyerekek figyelmét elvonni a betegségekről. Ezért vannak ők a nevetni kékesek. Létezésük hiánypótló. Mi a beteg gyerekekért szeretnénk nagyon sok mindent megtenni, ugye egyrészt vannak olyan önkénteseink, akik bejárnak a kórházba és bábóznak, bűvészkednek, zenélnek, mesét mondanak nekik, bármi, amivel el tudják terelni a figyelmüket, hogy éppen hol is vannak. A kortermi mesefalfestések is hozzánk köthetőek, illetve a pécsi interaktív mesefalat is mi csináltuk, és itt a házban pedig egy játékkészítő műhely lesz, tehát saját kezüleg készítünk ökojátékokat a gyerekeknek, amiket viszont örökbe hazavihetnek. Köztudott, hogy a klinika Nyáruccai épületéből ki kell költözniük hamarosan, ezért nagyon sok támogatással, összefogással sikerült megvásárolniuk Pécsen a Bajnok utcában található házat, mely a gyermeklékával éppen szemben található. Ennek felújítása után beköltözhetnek és folytathatják jótékony önkéntes munkájukat, amelynek során beteg gyerekek kórházban töltött napjait teszik szebbé, elviselhetőbbé. Nálunk egy önkéntes általában heti egy foglalkozást vállal, mindig párban tartják a foglalkozásokat délutánonként, amikor a kezelések, vizsgálatok véget értek, és úgy osztjuk be, hogy próbálunk minél többször bejutni, minél több osztályra, és hát most ugye a járványhelyzet miatt ugye minden egyes foglalkozás előtt tesztelnek, meg most fix párok mennek fix osztályra, tehát hogy próbáljuk őket nyilván védeni a kötelező kézmosás és szájmaszk használaton kívül. És abban a két órában pedig azok a gyerekek, akik ott vannak az osztályon, legyen az pár hónapos csecsemő vagy nagykamasz, az a cél, hogy így mindenkivel tudjunk foglalkozni, és mindenkit le tudjunk kötni. Az orvosok, nővérek olyan információkkal látnak el, amik nekünk így feltétlenül kell, hogy milyen állapotban van a gyerek, hogy ebből így tudjuk, hogy mit lehet vele kezdeni, de egyébként a mi programunk az arra épül, hogy bármilyen állapotú korú gyerek van, akkor tudjunk vele valamit kezdeni. Tehát, hogyha például ugye pár hónapos csecsemőkre gondolok, ez egy régiós kórház révén, itt nagyon sokszor előfordul, hogy szülő nélkül vannak benne ezek a gyerekek. Mi a hospitalizáció ellen nagyon küzdünk náluk, hogy így a lehető legkevesebb sérüléssel tudjanak kikerülni ebből a kórházból. Tehát nem specifikusan arra megyünk, hogy aki jó állapotú, akkor így azzal nem tudom, ugrálunk az ágyon, hanem inkább a gyerekhez igazítjuk, és senkit nem szeretnénk kihagyni. A Város magazinja 8 kategóriában osztott ki elismeréseket, plusz a közönségdíjat. A Made in Pécs díjak odaítéléséről kizárólag a szerkesztőség tagjai döntöttek.